Jubileumi rendezvényét tartotta a Lions Club a Vikár Sándor Zeneiskolában. A Mindannyian Mások vagyunk tehetségnap célja, hogy a fogyatékossággal élő és az egészséges gyerekek integráltan legyenek együtt és vegyenek részt a különböző programokon. Az interaktív napot 5 évvel ezelőtt rendezték meg először. Az ötlet onnan jött, hogy a Bácsi Gusztáv általános iskolát már több éve támogatta az első nyíregyházi Lions Club, és rendszeresen vittünk adományokat, és amikor meglátogattuk az iskolát, ott a gyerekek minket nagyon kedvesen fogadtak, és nagyon kedves produkcióval vártak minket, és a soron következő jótékonysági bálunkon eldöntöttük azt, hogy ezeket a gyerekeket fogjuk felhívni báli vendégeknek, fellépőknek. Nagyon nagy sikere volt a gyerekeknek, és amikor én lettem a Lions Clubnak az elnöke, akkor Demancsek Zsuzsával összeültünk, hogy szerettünk volna ezeknek a gyerekeknek nagyobb lehetőséget és több teret adni, hogy ne csak 15-20 gyerek, hanem mutassa meg több száz gyerek a tehetségét. Így született meg a tehetségnap gondolata. Ehhez azóta számos civil szervezet és iskola csatlakozott. Az 5. rendezvényre nem csak Nyíregyházáról jöttek gyerekek, hanem Tiszavasváriból és Nagykállóból is. A Lions Club képviselői pedig Miskolctól kezdve Kecskeméten, Szolnokon és Szegeden át egészen szombathelyig képviseltették magukat. 180 gyermek van itt, úgyhogy tényleg remek nagy rendezvény lett. Felnőttek is 50-60 fővel, és hogy hány produkción, hát azt csak satszolni tudom, hogy egy olyan 40-50 közötti szám, úgyhogy tényleg egy nagyon gazdag program. Az énekes, zenés, táncos produkciók után a Lions Clubok, tehetségpontok, tehetségsegítő pedagógusok és szervezetek egy konferencián is részt vettek. Neves előadóink lesznek itt, Kormos Dénes és Tóth Inona, ők a tehetséggondozás atyamesterei, úgy is mondhatnám, és jöttek azért, hogy megnézzék ezt a rendezvényt, másrészt pedig, hogy olyan segítő információt adjanak át, amivel a tehetségpontok sikeresen tudnak minősülni, pályázni. A rendezvény távlati célja, hogy az ország több pontján is megrendezzék a tehetségnapot. A konferencián ennek módszertanát is bemutatták a helyi szervezők.